Díjazták a Brenyó Mihály országos pontszerző matematika versenyen résztvevő tanulókat szombaton este a marosvásárhelyi Bujai Farkas Elméleti Liceum dísztermében. A döntő fordulóba 11 megyéből jutottak tovább harmadikos és negyedik osztályos diákok. A versenyen legjobban teljesítő diákoknak televízión külön díjat adott át. 22. alkalommal szervezték meg a Brenyó Mihály országos pontszerző matematika versenyt a harmadik és negyedik osztályos tanulók számára. A verseny utolsó fordulója hétvégén zajlott, amelyet a szombati ünnepélyes díjátadó követett. A verseny célja az, hogy az adottságok a tehetségé formálását segítsük, felfedezzük a logikusan gondolkodó gyerekeket, segítsük, ösztönözzük őket. A vetélkedő már októberben kezdetét vette, ezért a szervezők minden idáig jutó diákot díjaztak. Természetesen az első, második és harmadik helyezett is díjban részesült. A kisiskolások nagyon szeretik ezt a versenyt, voltak olyanok is, akik nem először mérték fel tudásukat. Az egyik legjobb dolog, hogyha szereted, mit csinálsz. De az egy másik dolog, hogyha még abban jeleskedsz is. Jó érzés. A logikai feladatok nekem nagyon tetszenek, és mert nagyon jók a programok, és az elmúlt két év folyamán nagyon sokat tudtam tanulni. Nagyon jó érzés volt ezen a versenyen részt venni, mivel nagyon jók voltak a feladatok, élvezetesek, és kellett hozzá logika, ami nekem az egyik kedvenc dolgom. Az Erdélyi Magyar Televízió minden évben kiosztott külön díját idén a harmadik osztályos kategóriában Vicsai Tímea, a Zilahi Református Veselényi Kollégium diákja, a negyedik osztályosok közül pedig Berecki Tamás Dávid, a marosvásárhelyi Dácsia általános iskola tanulója kapta. A díjátadóra a vendéglátó iskola diákjai citera bemutatóval, rövid színdarabbal és akrobatikus látványtánccal is készültek.